Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a kapcsolatban élni önmagunkkal, egymással és Istennel című műsorunkat látják. Az előző adásban már belefogtunk abba, köszöntelek szeretettel, kedves Rita, hogy az önértékelésünknek vannak szakaszai. Az életkorokhoz kapcsolódik ez. A kisiskolás korban hagytuk abba. Igen, nagyon-nagyon lényeges szakasz, mint ahogy az előző kettő is nagyon lényeges volt, érdekes, hogy az ember, amikor odaér abban az életszakaszban, akkor látja meg, hogy mindig van egy ilyen, hát azért is hívjuk normatív krízisnek ezt a dolgot, hogy van egy ilyen fordulópontja, és még vissza is fordulhat esetleg a jól elindult folyamat is. Tehát azért nézünk ilyen lépcsőket, mert ez egy krízis. Tehát lehet, hogy például nagyon rendben volt minden csecsemőkorban, lehet, hogy kis az óvodáskorban is fú, de aranyos volt az egész helyzet, és tényleg szépen fejlődött az önértékelése is, és kisiskolás korban megint van egy feladatunk nevelőként, és hát itt már a pedagógusok is nagyban szerepet játszanak, hogy nehogy visszaforduljon ez az önértékelés fejlődése. Mert hogy lehetnek traumák közben, abszolút, bármelyik életszakaszunkban. Igen, és nem csak traumák, hanem az, hogyha nem jó irányba megy, ha például egy kisiskoláskor mondjuk például belép a teljesítés, az iskolai értékelés például az egész rendszerben. Na most itt még mindig nincs helyes önreflexió, amiről már korábban is beszéltünk, tehát nem jól látja magát, csak a tükörből látja magát. Na most itt nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tükör ne legyen torz. De nagyon könnyen eltorzul, mert itt ugye ez a fajta teljesítés, IQ teljesítés, hozzátenném sajnos, nagyon nagy mértékben csak IQ teljesítést mérnek, tükröznek az iskolából, ez egy nagyon aránytalan képet fog mutatni az egész személyiségéről. Tehát semmilyen képet nem mutat arról, hogy kitartás, hogy humor, hogy segítőkészség, hogy pontosság, hogy kedvesség, hogy mit tudom, minden, ami a jobb agyféltek és tevékenység, tehát ami az embernek azért egy nagyon nagy területe, hanem mutatja, hogy szorzás, osztás, betűkerekítés, olvasás, szövegértés, és minden, amíg mind fontos dolgok, igen, de mind új képesség szerzéséről van szó. Még egy valami bejön ide, tehát nagyon összetettnek látszik, de majd meglátják, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, csak oda kell figyelni erre is, hogy az új dolgok tanulásánál nagyon sok próbálkozásra van szükségünk, mindig, mindenkinek, nagyon sokra. És egy értékelés nélküli, tehát nem olyan próbálkozása, hogy rögtön ez 2%, ez 22, ezt most beírom a kis naptárba, kis ötös, nagy hármas, nem tudom mi, hanem hogy utánozás, még egyszer kipróbálod, még egyszer, meg még egyszer. Gondoljunk csak arra, ha egy ételt először készítünk el, hát nem lesz olyan, mint a szakácsadásban megnézték a tévébe, minden, hanem még egyszer megpróbálom, és akkor nézem meg, érted, nem kapok mindjárt egy kettest, hármast, ötöst valamit, amivel ráadásul haza kell menni, és akkor anyukám meg apukám, Jézusom, ez már beszámít majd a felvételibe, és mi lesz vele. Tehát itt egyszerűen meg kell tanulni azt, hogy az új dolgoknak a tanulása, és itt nagyon sokféle új képesség tanulása lép be, írás, olvasás, alkalmazkodás, viselkedés, kitart, mind nagyon sokféle, ugye? És ezek sok problémával járnak, tehát nem fog mindig sikerülni elsőre. És hogy akkor milyen tükröt kapunk, hogy nem baj, gyere, próbáljuk meg újra, vagy valami, vagy már is, az van, hogy csak a 100% az, csak a tökéletes, akkor örül mindenki. Ugye akkor is, hogyha szóval mondjuk, hogy nem, de azért látja, hogy jaj, akkor még egy kicsit gyakoroljunk, mert akkor hát, ha több pontot fogunk. Ezt nem kéne. Tehát ez egy olyan mértével, itt nagyon nagyban sérül az önértékelés általában. Mert rögzül egy ilyen elérhetetlen teljesítménypréssnek való megfelelés, és folyamatosan azt az érzés, hogy hát ezt nem tudom, ezt nem fogom tudni, hát lúzer vagyok, hát béna vagyok, hát ez nem fog, nem. Uh-huh. És beivódik a személyiségbe egy ilyen szorongás, ez a béna vagyok érzése, tartósan, mert néha érezhetem azt, hogy béna vagyok, nem ez a baj, hanem hogy tartósan. Tehát, hogy ezt soha nem fogom tudni elérni. Hogy nem lehet kijavítani. Nem lehet kijavítani. Uh-huh. És ez látszik is, érted? Vagy ezt én soha, tehát 100%, nem, minden tantárból nem lehet mindenki 100%-os, és van egy jó sok olyan is, ami olyan teljesítményeket mér, amire például lehet, hogy XYK gyerek még nem érett. És akkor végképp azt érzi, hogy valami
olyat mérnek, amire nem vagyok képes, tehát azt se tudom, miről van szó. És akkor arra majd kapok. Most vagy csalok, vagy úgy csinálok, mintha. Tehát egy számos ilyen dolog beépülhet a... És nagyon sok későn érő gyerek. Nagyon sok. Na, hát lassan érnek. Tehát gyorsabban halad az egész, mint ahogy érnek. Tehát nem a gyerek a későn érő, nem minden gyerek a későn, vagy nem csak ez a probléma, hanem az, hogy nyomjuk a teljesítést, nagyon gyorsan halad a mennek, és ez a legtöbb gyereknek nem megfelelő. Tehát nagyon érdekes, például volt magyar vizsgálat, hogy a háromujjas ceruzafogás. Hát a magyar gyerekek, a hat éves magyar gyerekeknek majd 90%-ának nem csontosodott úgy a keze, hogy a háromujjas ceruzafogásra alkalmas legyen, azaz egész a kéz anatómiája. És a 7 éves magyar gyerekeknek 80-valahány százalékának még szintén nem csontosodott úgy a keze. Tehát majdnem az összes gyereknek nem jó, esetleg a ceruzafogása. Na most ebből következhet könnyen, hogy nem lesz szép az a szépírás. Na most mit érez az? Hát ha megfeszülök, se lesz jó. Igen. És attól, hogy most még 20 sort leíratok, vagy 3 oldalt még kell, attól nem is lesz jobb. Az ilyen például, majd talán egyszer beszélünk külön a korosztályokról is, ennek a fejlődése a nagy mozgásoktól lesz jobb, meg a gyúrástól, a homokozástól, az agyagozástól, meg hogy megfogok egy nagyobb faágat, meg egy kisebbet, meg egy nagyobb kézzel kezet fogok, meg egy kisebbel, meg nem tudom, én csinálok ilyen, meg a játékokat, meg a labdát, meg fűzök, gyöngyöt fűzök, válogat. Ezek a tevékenysége. Na, ezek végképp kiszorulnak, mert erre most nincs idő, jönnek a feladatlapok, nincs csontosodva a kéz, és akkor most csak az írásról beszéltünk, és kapsz egy 3-ast szép írásra. És mi költözik beléd? Nem vagyok jó. Hát nem lehetek jó, hát sose lehet. Na most itt nagyon nagy összefüggés van más területekkel is, például a társas élet területeivel is, és pedig most kell kapcsolódni másokhoz nagyon, ugye bejönnek az osztálytársak, a tanítók, a nem tudom, és akiben kisebb rendűségű érzés van, az kevésbé tud másokhoz kapcsolódni. Vigyázzunk, ez nagyon nagy törvény. Tehát, ha én magammal nem vagyok rendben, akkor nem kevésbé tudok kapcsolódni, mert folyamatosan, az se olyan, az se olyan. Hát ez kicsit magam. Nekem, mérgetem magam, meg őt, meg kicsit lehúzom, hogy jó legyek egy kicsit, hát érted? Hát azért nem mindenki, hát azért mégis. És ebben ugye szoktuk mondani, hogy nagyon szép ugye a Bibliában, ahogy mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És hogyha magamat kicsit tudom szeretni, és ez pont így van a lélektanban is, ha magamat kicsit tudom szeretni, akkor a másikat is csak kicsit tudom szeretni. És az fog tudni jól kapcsolódni, akár a barátjához, a házastársához, a szerelméhez, a gyerekéhez, a munkatársaihoz, a jó Istenhez. Az tud csak jól kapcsolódni, aki rendben van magával. Akinek ez, nem kell ezzel törődni, hogy jaj, most hát, ha hülyének néznek, hát, ha most nem vagyok elég jó, hát, ha most nem fognak szeretni, hát, ha most másképp kéne kinéznem, stb. Erről is majd mindjárt beszélünk. Tehát egyszerűen, hogy méregeti magát és nézegeti a többieket, nem tud kapcsolódni. Aki magával rendben van, az tud örülni a másiknak, hogy de jó, hogy neked is sikerült, de jó, hogy így nézel ki, fú, milyen jó sikerült. De ügyes vagy te is. Ezt látjuk, hogyha nincs kisebb rendűségi érzés, akkor a társas kapcsolódás is sokkal harmonikusabbá válik. Tehát itt ennek nagyon nagy tétje van, visszatérve a kisiskolásoknak, hogy legyen sokszori próbálgatás lehetősége, nem gyakori minősítéssel, újrakezdési lehetőség, bátorítás. Bátorítás, hogy lehet tévedni, nem baj, lehet még egyszer, lehet újra, és hogy anyának sem ment először meg. Ne. Ezeket kell látnia, hogy van idő arra, hogy ő tökéletesítse, és egyre jobb legyen magához képest. És itt sajnos nagyon, nagyon árt az az erős összehasonlítási kényszer, ami belép, mert a másiknak 6 pontos lett, annak ennyi százalékos lett, akkor fölrajzolják oda az osztályfalára, hogy jaj, az már annyiszor teljesített, és nem tudom én, a magatartás létrán is már hol van, és te meg még hol se vagy. Szóval ezek nem lesznek jók. Tehát ezek állandóan erre a kisebb rendűségi érzés felé, tehát ez az elérhetetlen teljesítménynek a folyton meglengetése, hogy na, hát ez nem fog menni. És ugyanez bekövetkezik, és már itt megyünk majd a kiserdülő felé is, ugye a külső megjelenésre is, amiről szintén nem tehetsz. Tehát amikor a képedbe tolnak, nem tudom én, címlapokat, és
most már menjünk a, tényleg a serdülőknek ez nagyon fontos, ugye, hogy nézek ki. És ráadásul nem is néz ki jól, mert ugye pattanásos, meg hosszabb lett a keze, a lába, az orra, a melle kisebb, a szája nagyobb, nem tudom. Szóval semmiképpen nincs megelégedve a semmivel. És közben pedig kapja ezeket a külső képeket, hogy csak az ilyen csípőbőség, csak az ilyen valami álomnők vannak, mindenhonnan onnan visszanéznek, és ez tulajdonképpen mércévé alakul. De ez elérhetetlen. Meg szoktam mutatni egy ilyen kis videót a serdülőknek ilyen tájba, ugye, hogy készül a címlap fotó. Hát igen, ugye, hogy készül a címlap? Az nagyon érdekes, hogy a címlapfotó készül. Csinál egy nyers képet, és akkor ugye hát itt mindenféle számít, és nagyon jó számítások vannak, és ezt ezen a videón nagyon jól lehet látni. Kicsit úgy meghosszabbítják, kicsit tágabb orrnyílás, kicsit tágabb szájnyílás, akkor lesz belőle egy hosszú szöke haj, akkor egy kicsit lenyom a popsiból, kicsit megnyújtja a gyerekat, a combikát, de hát így már képen. Tehát ott látjuk a nyers képet, ami a kiinduló pont, nem rossz az se, de hogy köszönő viszonyban nincs azzal, ami a címlapon megjelent. És akkor ugye, mert beszélgetünk is sokszor ezekkel a fiatalokkal, hogy na de persze, tanárnő, hát persze, hogy van Photoshop, meg mindent lehet ma már csinálni, meg minden. És itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ami megjelenik képen, azt az emberi agy automatikusan úgy fordítja le, hogy ez a valóság. Tehát ez a hiszem, ha látom. Tehát amikor ezt látom, akkor az idegrendszerem azt mondja, hogy hát ilyen, igen. És ahhoz elkezdem mérni magam. Hát igen, ugye a reklám pont ezzel dolgozik, és akkor utána bemutat egy kenőcsöt, és akkor az ember persze tudja, ha racionálisan belegondolt, de nem gondolunk bele mindig racionálisan. Tehát oda nézünk, hát rákenem ezt, ha ilyen leszek persze, és akkor kenem addig, és mégse lettem ilyen, és mindig ránézel a tükörbe, és önértékelés megy lefelé. És azért van ez így, mert ez az összevetés, hogy ilyen nincs is, csak Photoshopon van, ilyen nincs is, ja, és akkor meg szoktam mutatni például nagyon szép sztárok képeit, ugye nem tudom én, a címlapjukon, és a valóságban. Uh-huh. Jaj, de az jaj. Tehát ott tényleg azt lehet mondani, hogy ott úgy rádöbbennek, hogy de tényleg. Tényleg. Na most ezt az összehasonlítást, ezt a belső kis monológot nem játsszuk le mindig, mert ez egy szellemi munka. Most gondold el, hogy az összes címlapnál, az összes fotónál, az összes plakátnál, az összes reklámanyagnál, az összes kolásüvegnél, vagy mit tudom én, stb. Ezt mindig eljátszanád, Photoshop, nem ilyen nincs, nem ilyen. Az összes Facebook képnél is a közösségi média nagyon-nagyon rájátszik, ugye, igen, ott is minden lehet. Ott ugye mindenkinek az anyukája mosolyog, csak az enyém ilyen morcos minden reggel. Mindenkinek az anyukája gyönyörűen ki van készítve, csak az enyém ilyen kócos. Érted? Mindenki nyaral, meg mindenki mindenfélét csinál, és nevetnek, és nekem van csak ilyen, hogy nem sikerül, hogy nem tudom, én rosszul ébredtem, stb. És ezek is mind elérhetetlen ideálokat képeznek. És ehhez képest tényleg állandósul ez a szorongás, ez a kisebb rendűségi érzés, és ez a társas kapcsolatlási képtelenség, mert én nem vagyok jó. Tehát ez egészen ráhúzódik az egész serdülőkorra is, pedig ott a fő húzóerő, hogy ki vagyok én. Tehát ott szeretne rájönni, erről is talán egyszer érdemes majd így ebben a körben is beszélni, hogy az a húzó ereje az egész serdülőkornak, hogy én egy különleges vagyok, hogy hogyan találom meg az egyedi énemet, utamat, társamat, foglalkozásomat, hivatásomat, stb. Minden. Erről szól. Erről szól, most itt nagyon nagy jelentősége van annak, hogy milyen tükröket kap, és lát-e jó mintákat. Tehát ebbe érdemes egyszer külön is belemenni, de nagyon komolyan sérülhet az önbecslés a serdülőkorban, hogyha itt torz mintákat kap, vagy nem foglalkozunk vele, vagy egészen mással tölti el az egész serdülőkorát például. Igen, vagy az is nagyon-nagyon fontos, hogy megéljen kudarcokat. Nagyon fontos. És hogy abban megéljen magában, hogy ez hogy van. És ez normális, ez természetes, és ez nem a vég. Na, abszolút. Hát itt is megint ugyanaz, mint ahogy a kisiskolás kortól kezdve, igen, azt mondjuk, hogy tévedni lehet. Igen. Kudarcaink vannak, és megélje azt is, hogy a felnőttjeinknek is vannak kudarcaik. Az a lényeg, hogy ugye itt van az a kis történet, mindig elmesélem, hogy ülnek ott ugye a bölcs meg a tanítványok, és a folyópart, vagy a hídon, és akkor kérdezik a tanítványok, hogy ha beleesünk, akkor megfulladunk. Nem, fiam, csak akkor, ha nem jössz ki.
És ezt kell valahogy mindig. Nem a beleesés fontos, nem az a lényeges, hogy most csak törekedni kell arra, hogy holnap egy kicsit jobban csinálom. Megint egy kicsit jobban, megint magamhoz képest. És ez nagyon fontos megint, a magamhoz képest, és ne a mindenféle összehasonlításban. Tehát nagyon lényeges az, hogy minden életkorban ezt erősítsük, hogy mindig egy kicsit jobb lehetsz, lehet tévedni, lehet újra kezdeni, és kapjon jó tükröket. Igen. Tehát ez a tükör, az is lehet, hogy fiam, ez így nem jó. De akkor mutassuk meg, hogy mi a jó, és hogy mutassuk meg, hogy mi van benned jó, mi az, ami jól sikerült, mi az, amiben már láttam, hogy tettél egy-egy erőfeszítést, tehát nagyon fontosak, tehát tükör, 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 tükör. Nekem a John Maxwell könyve, 50 éves korom után, nem tudom, hogy ismered a John Maxwellt, és az egyik könyvének az a címe, hogy egyszer nyersz, és akkor a következő át van húzva, hogy utána meg tanulsz. Tehát, hogy soha nem veszítesz, igen, hanem lehet, hogy nyersz, de vagy a következő, tanulsz. Igen, így van. Így ez akkor ez kiskorban, szabadság. Ez kiskorban ivódik belénk, és itt nagyon sokat tehet az iskola. Nagyon sokat tehet, mert ott úgy van, hogy egyszer nyersz, vagy veszítesz, fiam, mert elvesztetted a pontot, kész, a bizonyítványt, a bejutást, a versenyeket. Tehát itt nincsen helye az egyéni versenyzésnek kisiskolás korban. Wow. Tehát itt az a de rengeteg... Ez nagyon elvarrontva, már többször nagyon, beszéltünk erről, nagyon, tudom. Nagyon, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a versenyképes személyiség az az önbecsléssel, jó önértékeléssel rendelkező, kudarctűrő és újrakezdő személyiség, ez belül alakul ki az érzelmi biztonságból. Igen, és most azt szerezzük, érzelmi biztonságot honnan szerzünk? Hát úgy, hogy hibázhatok. Hibázhatok, újra kezdtem, és kész. Akkor is szeretve vagyok. Igen. És ezt a folyamatot, ahogy így a múlt adásból is, ugye, hogy látják, hogy ezt építgetjük, hogy szeretve vagy kicsinek, nagynak, ilyennek, olyannak, és közben hibázunk. És ettől függetlenül szeretve vagy, és éppen ezért tudsz változni. Ugye Pilinszkinek van az a pársorosa, biztos nem tudom pontosan idézni, ugye, hogy rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok, és jó lettem. Nem így van a Pilinszki sor, de keressék meg, átváltozás, azt mondom, ez a címe, hogy tulajdonképpen ez az, hogy a társas tükörtől tudunk javulni. Tehát, hogyha valaki látja bennünk a jót, ha valaki meglátja bennünk azt, hogy kivé válhatok, annak szabad visszatükrözni azt is, hogy ez még nem az, de benned van. Tehát ez a hatalmas nagy lehetősége, hogy fölé szeretni, mögé szeretni, fölemelni ezzel, tehát látni benne ezt a lehetőséget, és ezt így hogy úgy mondjam, kinézni belőle, ez egy nagy, nagy nevelői lehetőség, és minden életkorban szükségünk van rá. Egy picit beszéljünk a 60 fölöttiekről. Nagyon szépeket írtál a könyvedben erről, hogy ez egy visszatekintési időszak az életünkbe. És akkor ne hagyjuk ki még azért a felnőtt se, mert akkor oda elmegyünk, de igaz is. Érdekes dolog, ugye, azért mondjuk ezeket ugye kríziseknek, hogy minden életkorban visszafordulhat még az esetleg jól fejlődő becslés is. Igen. És hozzá is tehetünk, tehát tovább fejleszthetjük is. Most ugye elkerülünk a serdülőkor végéig, ugye ifjú, fiatal, felnőtt vagyok, hú, nagyon jó sikerült, mindenki nagyon vigyázott az önértékelésemre, és tükröztek is, és megtaláltam magamat, stb. Itt még mindig társas lények maradunk, és az, hogy ez az önértékelésünk tovább fejlődik-e, most például a számunkra fontos felnőttek lesznek a lényeges tükrök. És azért gondoljunk bele, kik ezek a számunkra fontos felnőttek, házastársunk. Nagyon lényeges, hogy házastársak egymásnak tükrözik-e azt, tehát a jobb igényét. Nagyon lényeges. Rengeteg ilyen kutatás van, hál' Istennek ma már sok irodalma van, ez a bizonyos Gottman, aki nagyon jó kutatója a párkapcsolatoknak, nagyon sok formában emlegeti, hogy mondd ki a jót a másikról, majd az eszközöknél ezt is mondogatjuk. Tehát például házastársa. A házastársam szülei. Anyós, após, mit tudom én, ezek mit tükröznek? Nagyon lényeges lesz, mert ezek a fontos felnőttek számomra. Fontos felnőtt lesz számomra a baráti köröm, akiket most már választok. Tehát azért ne felejtsük el, hogy itt már az a közösség, hogy az mit tükröz felém, hogy valóban azt tudja ezt az emelő tükröt, hogy jó.
akkor a munkatársak, fontos felnőttek lesznek, 8-10 órát együtt töltünk el. A munkahelyi vezetők például fontos felnőttek lesznek, és remek, hogyha van jó Isten kapcsolatunk, az egy fontos felnőtt kapcsolat. Tehát, hogyha meglátjuk, hogy Isten kinek lát engem. És azért ez a közeg, és látjuk azt, most én a szépet mondtam el, de hogyha ezek a társak, ezek a fontos felnőttek mondjuk nem jó tükröket, és szóval egy leértékeléssel találkozunk, vagy egy állandó méricskéléssel, vagy egy állandó minősítéssel, hogy ez most éppen ez bizony a például ez a minőségbiztosítási rendszer például, hát pont éppen a pedagógusoknál, tehát amikor ennyi pontot ér az, hogy így tanítottál, meg úgy tanítottál, szóval ez nem embernek való mérés, tehát ez egészen biztos, mert ebben nem fogja tudni felfedezni azt a jobbikényét, amelyet tud fejlődni. Szóval itt ebben az életkorban ez egy nagyon fontos, és akkor ők elkövetkezik az a közép, tehát az a középkorúak, 40-60 éves körülbelül, amit alkotok, tehát, hogy egy olyan, például neked ez a műsor, tehát azért ez visszatükröz téged, tehát ott már vannak dolgok, amiken rajta van a kezünk nyoma, családunk, akár a saját személyiségünk is, akár az, amit alkottunk, a lakásunk, a nevelésünk is már ugye azért beletartozik, vagy több minden olyan dolog, hogy amit az utókorra hagyok. Tehát ez egy fontos tükörnek számít ebben az életkorban, és azért ez éppen érdemes is egy kicsit úgy látni, ízlelgetni, stb. És akkor eljövünk ugye a 65 év fölé, visszatekintés, ugye? Mert kihúzódtunk abból az alkotókorszakból, amikor minden nap kézbe fogjuk a sorsunkat, és alakítjuk is. Tehát egy kicsit egy más dimenzióba kerülünk, és nagyon fontos lesz, hogy visszatekintve, mi volt az az érték, ami vezetett, ami jól sikerült, nem jól sikerült, nem baj, hogyha nem jól sikerült, de hogy abba is volt, mit tanultunk belőle, mit tanulhatott belőle egy következő generáció. És itt nagyon lényeges megint még mindig a tükör. Tehát én mindig így megdöbbenek ezen, hogy lehet, hogy jól ment valakinek, vagy jól alakult az egész önértékelése, akár felnőtt korában is, sikeres volt, karrierjében, talán családjában is, itt-ott, mit tudom én, személyisége, mindegy, amit jó, viszonylag jól alakult a dolog. És még mindig visszafordulhat az önértékelés ebben az időskorban. Ez döbbenet. Igen. Ezért akartam erre nagyon fókuszálni, hogy és ez nem tudunk magunknak segíteni, és megint azt lehet mondani, hogy egymásra vagyunk utalva. Uh-huh. Mert itt is tükör az embernek, az önértékelésének a fejlesztője. Tehát azt mondom, hogy kikerül, ugye, nyugdíjas. Szokták is mondani, miről ismerik meg a nyugdíjast a vállalatnál? Mindenre tudja a választ, csak senki nem kérdezi. Hopsz. És gondold meg, hogy ez milyen érzés. Nem kíváncsi rám senki. Nem érdekes, amit tudok. Hiába tudok bármit is. Na most, ebben a helyzetben, és ugye az alkotó tevékenységi köre is ugye csökken, és nem sokára kikerül ebből a helyzetből, mondjuk tényleg férfiaknál pláne nagyon-nagyon veszélyes ez a dolog, mert nagyon nagy mértékben beterítette az énjét a hivatása, a munkája. A nőknél egy kicsit könnyebb, mert ugye több rétegű az énje, és talán éppen ez a hatékonysága is. Ugye ott van a gyerekek, a család, a nem tudom, és az maradhat. Jó esetben. Igen. Maradhat, de a férfi, hogyha mondjuk kikerül ebből a helyzetből, egy vákuumba találja magát. És hogyha korábban, és ezért nagyon-nagyon érdemes erre odafigyelni, már a 65 éves kor előtt, vagy hát most nem egy határ ez a 65, de körülbelül, tehát nyugdíjas kor előtt, hogy a társas kapcsolatokat építeni, a közösséget építeni, a családot építeni, férfiaknak is. Mert erre fogsz tudni támaszkodni majd később. És amikor, hogy nem maradj egyedül. Pontosan, pontosan. És hogy legyenek tanúi az életednek. Ugye ez mennyire fontos, ugye a nagyon, nagyon idős embereknek azért is nehéz, mert ugye kihalnak, hogy úgy mondjam, azok a tanúk, akik látták őt jónak, látták őt hatékonynak, látták őt sikeresnek, vidámnak, boldognak, egészségesnek, stb.
Na most itt a gyerekek, a következő generációnak óriási felelőssége van a szüleinkkel szemben, hogyha például egy ilyen generáció ott van a közelünkben, hogy rendszeresen tükrözni ezeket az értékeket, amelyeket ők megélhettek, és amelyeket ők formálhattak, és amit mi azért tovább viszünk, akárhogy is van. Tehát azt mondani, hogy leülni, meghallgatni, visszatükrözni, hogy tényleg ez de jó, hogy elmesélted, én is ugyanúgy csinálom a bablevest, és jó, hogy mit tudok, hogy mondjál valamit. Vagy jó, hogy volt ez, amit megismerhettem, vagy mindegy, szóval akármi tükröt tartani. És akkor abból tud táplálkozni, hogy valóban az élete értelmes volt, és az önbecslése tovább tudja őt hordozni, és további motivációt tud neki majd adni a következő szakaszukra. Azt írod itt a könyvedben, hogy az önértékelés és önbecsülés, amint azt már láthattuk, és valóban ezen végigmentünk, nem velünk született adottságunk. Így van. Nincs ilyen gén. Nincs. Ez annyira tetszett, igen, és igen. Akkor beszéljünk igen, egy picit erről. Érdemes ezt mindenképpen magunkban tudatosítani, mert hajlamosak vagyunk, hogy egyszerűen látjuk a gyermekeinket, stb. Hát ez vele született, hát igen. Ez ilyen, hát ez ilyen. Hetedíziglen, és már hoztuk meg. Na most sok mindent hozunk valóban öröklésben, de nincs 20%-nál több, ezt sokszor beszéltük. És az önértékelés pedig végképp nagyon sokféle tükörből és képességen áll, tehát érzelmi intelligencia készségeken. Van egy nagyon érdekes tapasztalatunk erről, egy bizonyos James Fallon, aki egy génkutató volt, és vagyis hát egy élő génkutató amerikai tudós, aki pontosan például olyan genetikai hatásokat vizsgált, hogy nem tudom én, az agresszív magatartás, ez genetikailag öröklődik, vagy sem, vagy például bizonyos agyi betegségek genetikailag öröklődnek, vagy sem. Ezeket úgy vizsgálják, hogy ilyen mintákat, agyi mintákat fényképeznek le, és megnézik azt, hogy vannak-e visszajövő mintázatok, például sorozatgyilkosok esetében, mert akkor azt mondhatjuk, hogy az bizonyos gén egy mintázatot alakít, és az bizony hajlamosít arra, hogy egy agresszív magatartás lesz. Na, ezzel kísérletezik, és azt mondja, megyek be egyik reggel a laboratóriumba, és látom ám, és ott kiszúrok a sok agy közül egyet, hogy hát, ha ez nem sorozatgyilkos, akkor senki, ez olyan, mint a klinikai ló, ez minden olyan mintázatot tartalmaz. Leveszem, feltöröm a kódot, mert ezek kódolt minták, és azt mondja, velem szembe vigyorog a valóság, a saját agyamat nézem. Örülök. A saját agyamat. Aha. És azt mondja, megállt velem a világ. Hát hiszen azt mondja, hogy nagyon jelentősen hittem a genetikai öröklődésben, de hát akkor ez most micsoda? Hát kiegyensúlyozott családi életem van, elismert tudós vagyok egy sorozatgyilkos agyával. Hát itt mi történt? És azt mondja, hogy szándékosan szembenéz ezzel a kérdéssel, nem tudom, hogy ezt így beleírtam, igen, hogy a determinizmus, a genetikai determinizmus híveként úgy véltem, hogy öröklött génjeink nagyon jelentősen behatárolják fejlődési lehetőségeinket. És megállapította, és egy fordulat is jött itt a nézetében, hogy igaz az, hogy genetikailag nagyon erős, tehát az kódolt volt, nagyon erős akaratom volt, például ezt mondja. És úgy is zárja ezt az interjút, hogy a családomnak, a környezetemnek, azaz a tükröknek nagyon sokat köszönhetek, szerettek, és ez megvédett. Wow. Óriási. Tehát, hogy azt a valamilyen hajlamot, és ez egyáltalán nem rossz vagy jó, azt a valamilyen hajlamot, azt becsatornázta egy jó irányba. És azt tükrözték, amiből jót tudott kihozni. És sok ilyen mintát tudunk, hoztam is így a könyvben, és a Benedek Tibor, ugye talán sokaknak ismert vízilabdázónk, ugye hát hihetetlen, zseniális, minden mondhatjuk azt, hogy ez biztos genetikailag. Így kezdi a beszámolóját, így egy életrajzi beszámolót, hogy sosem volt különösen jó labdaérzékem, sosem fociztam jól, nem dobtam nagyokat, ma már ennél is kisebbet dobok, nem vagyok kifejezetten erős, se okos, nem úszom túlságosan jól, a vízfekvésem teljesen átlagos, gyerekkoromban 11-szer szúrták fel a fülemet, magasságomat nézve ma már kicsinek számítok, stb. És a többi. És mit? Hányszoros, nem tudom, hányszoros olimpiai győztes, csapatkapitány, minden. Tehát ebből is látszik, és sok ilyen van, amikor azt látjuk, hogy a maguk az adottságok akár
akár ellenkezőleg is igen, mutatják igen, azt, uh-huh. és mégis mi jön ki belőle, tehát ezt jelenti az önértékelés. Hmm. Ezt jelenti az önbecslés, hogy még azt a szerényebb adottságot is hihetetlen módon meg tudja, föl tudja erősíteni, elő tudja hozni azokat a készségeket, amelyek akár fölé emelik egy olyan adottságúnak is, akinek lehet, hogy helyből pontosan, uh-huh. és mégse rázta ki, még és mégse oda jutott el. Igen. Óriási jelentősége van az önbecslésnek. Tehát hit Istenben, hit önmagunkban, és ez szárnyakat ad. És tükör, igen. mert ez a hit Istenben, hit önmagunkban, ez nem születik meg magától, tehát társas lények vagyunk. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy na, ezt magunkkal hozzuk, ez tényleg adottságunk, úgyhogy ezzel élni kell. Tehát tényleg mondjuk így is, hogy egymás kedvéért születtünk, de úgy is mondjuk, hogy egymás nélkül nem tudunk létezni, és hogy felelősek vagyunk egymásért. Tehát hol van a te testvéred, ugye? Az is, tehát nagyon sok szinten érezzük ezt, hogy nagyon sokat segíthetünk egymásnak. Nagyon, 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 és a nevelés éppen ezért azt lehet mondani, hogy nagy hatalom az ember fejlődésében, mert a nevelés is egy tükör, tehát az is egy, például pont éppen az önértékelés szempontjából mindig az számít, hogy ez a nevelő közeg, ez mit tükröz belőled, a te jobbik énedet képes-e tükrözni, vagy éppen ezt mondja, szintén Kentenik azt mondja, hogy el kell döntenünk, hogy ganajtúrók leszünk-e, vagy méhecskék, vagy aranyások. Ugye a ganajtúró és az aranyásó is a földbe turkál. Csak a ganajtúró mást keres, és az aranyásó is mást keres. És azért ezek a társas tükrök nagyon nagy mértékben befolyásolják, hogy kivé válik az ember, akit nevelünk. Hát megint véget ért a műsoridőnk, és azt gondolom, hogy óriási titkokat tudtunk meg ismét. És amivel befejezted, hogy szükségünk van egymásra, szükségünk van egymásra. És értékeljük ezt. Kapcsolatban élni. Kapcsolatban élni. Sorunk. Nagyon szépen köszönöm, Rita, hogy ismét itt voltál, és ezeket átbeszélhettük együtt, és nagyon remélem, hogy a kedves nézők is így gondolják. Értékeljük a kapcsolatainkat azzal a leginkább, hogy szeretjük egymást. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra.